Egyelőre csak gyilkosabb barátságos cica rendezkedett be az új menhelyen, de több mint 120 kutyának és több tucat macskának lesz új otthona, ez az Eger melletti zöld terület. Ez 4400 négyzetméter, biztosak vagyunk benne, hogy nagyon fogják élvezni a kutyusaink ezt a zöldövezetet. Az Egri önkormányzattól kapta ezt a területet az Állatokat Védjük Együtt alapítvány. A földet már előkészítették az építkezésre, mindössze 2 szűk hónap maradt a kivitelezésre. Gyakorlatilag május 1-ig nekünk át kell költöznünk, úgyhogy arra törekszünk, hogy legalább minimál dizájnban arra, ami szükség van ugye a kutyusainknak, azt felhúzzuk, mint menhely. Ez a kölyök a szerencsések közé tartozik, őt már örökbe fogadták. Nagyon kis csendes és nagyon hízelgő, simogatni kellett, mert anyát vágta magát és várta, hogy szeressük, simogassuk. Tizen kívül azonban még több mint 120 kutyus tölti napjait az Egri állatmenhelyen. Jelenleg szűkösen férnek el, ezért a kutyák átmozgatását rendszeres sétáltatással igyekeznek megoldani. Most éppen Barnabás a soros, hát neki szerintem egész nap is kevés lenne, de kiviszük egy ilyen 15-20 percekre szoktunk menni sétálni. Nem ritka, hogy egy kennelben 5-6 kutya is összezsúfolódik. Kicsi a menhely, több mint 20 éve épült. 20 éve ugye teljesen másak voltak a körülmények, a feltételek. Most napi szinten nagyon sok a segítségkérés, mint kutyusok, meg cicák számára. Itt jelenleg csak kutyusok vannak, tehát itt 126 kutya van, 495 négyzetméteren. A cicák, 43 cica van most a gondozásunkban, ők pedig ideglenes családoknál vannak. A költözés előnye, hogy a tágasabb új menhelyen minden befogadott állatot egy helyen tudnak majd ellátni. Az építkezéshez szívesen fogad minden felajánlást a menhely.